Üdvözlöm a kedves nézőket! Podcastünk harmadik adásához érkeztünk, ahol egy nagyon kedves barátomat hívtam meg. Mindenki csak úgy ismeri, hogy Szakál Joe. Szerintem a honi MMA közösség nagyon-nagyon sokat köszönhet neki. Először is üdvözöllek, Józsi! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon sok interjú készült már közöttünk, de mindig én voltam az az alany, akit kérdeztek, és most ez a szerep meg fog fordulni. Én ugye elég régóta ismerlek már, és szerintem hosszú időre nyúlik vissza a mi kapcsolatunk, és nagyon sok dolog történt köztünk. Elég jól ismerlek, de azért nekem is van pár dolog, amit nem tudok rólad. Szeretném, ha így első körbe bemutatkoznál, mint Szakály József, nem mint Szakály Joe, hogy a nézők kicsit jobban megismerjenek, mint Szakály József. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Megmondom őszintén, hogy nem is olyan egyszerű. Azt mondtam előbb neked, amikor kezdtünk, hogy lazul leszek. Sokkal könnyebb ülni azon az oldalon, és nekem, mint amikor engem kérdeznek, mint amikor te kérdezel, de neked ugye ez fordítva van megszokva. Így van. Így gondolkodtam így útközben, hogy ez most milyen lesz, és hogy tényleg flowhatásba kell ezt csinálni, és hogy mi az, amit meg akarok magamból mutatni. És most nem azért, mert ne szeretném, de azért szeretnék az életemnek egy bizonyos privát szféráját meghagyni. Ez jó, teszed teljesen. És szerintem ez a mostani világban kell is. Bemutatkozás. 38 éves vagyok, Győrben lakom. Amit viszont szerintem kevesen tudtok rólam, azt, hogy eredetileg én Szlovákiában születtem, én szlovákiai magyar vagyok, és ezért nem is József a nevem, hanem József. És az, amikor átköltöztem ide Magyarországra, most már több mint 25 éve, mert én ide jártam középiskolába és egyetemre, és itt van a munkahelyem, itt van a családom, itt lakom, és nem tudták, hogy nevezzenek, hogy ez a szlovák anyakönyvezés csodája a József név. És így alakult ki egy idő után ez a Joe név, mert akkor ez egy ilyen mindenki számára érthető történet. És nem ilyen flancolás, hogy most akkor amerikai nevem van, mert amikor először így a YouTube csatorna indult, akkor kaptam pár kommentet, hogy persze Joe Rogan utánzat vagyok, ezért Joe név. Nem, ennek egyszerűen ennyi a háttere. Pár másodperce itt a kamerák előtt még ugye beszéltük, hogy aki tartalmat gyárt, az kap kritikát, vagy aki úgymond a Rivalda fényben van, az kap kritikát, szerintem te is kaptál hideget, meleget, meg én is elég sokat a pályafutásom során, de szerintem többségében neked is, meg nekem is csak pozitív hozzászólások vannak. Összességében igen. El kell fogadni azt, hogy tisztelni kell mindenkinek a véleményét. És ennek a kultúrája az nem egyszerű, tehát ez egy elég magas érettségi szint. Bennem is van párszor, amikor ki az Isten lehet? A másik oldalon a kommentelőben? Igen. Én ilyenkor mindig megpróbálom megérteni ezt az oldalt, hogy mi az, ami benne kiváltotta azt a akár gondolatot, és ezáltal érzést, hogy ő miért azt a kommentet írja, mert lehet, hogy a nap végén egyszerűen még igaza is lehet, csak meg kell ismerni ennek a hátterét. A kérdés az, hogy mennyi energiát tudok, hogy akarok ebbe belefektetni, hogy utána menjek. Nem mindig egyszerű, de azt tiszteletben kell tartani, hogy mindenkinek van véleménye, és hogyha ezt tudja érthetően leírni, hogy miért az a véleménye, azzal szoktam foglalkozni, azzal nem, aki hát már csak ott, abban nem kell energiát rakni. Valaki árnéven írogat, vagy bármi ilyesmi. Hogyan kerültél kapcsolatba az MMA-val? Hogy ezt még én se kérdeztem tőled soha, hogy gyerekként volt valami Bruce Lee film, ami nagyon megtetszett, vagy bármiféle mérkőzés, amit láttál, vagy honnan jött ez a szerelem az MMA iránt. Ugye én a másik oldalán vagyok ennek az egésznek, hiszen én is beleszerelmesedtem a sportba, és én csinálom, hajtom, mármint a sportot, azt művelem, de viszont a te rajongásod a sport iránt, az tök másképp van, mint nálam. Ez így. Ez mikor jött, honnan jött, mi volt a fontos fordulópont, hogy amikor ennyire beleszerettél ebbe a sportba? Ha a gyökereket akarom megkeresni, az általános iskola hetedikes voltam, amikor nagyon megtetszett az osztálytársnőm, és szerettem volna
onnan ezt viszont megkapni. És volt az osztályban egy másik srác, aki ugyanerre hajtott, és kialakult egy rivalizálás közöttünk, aminek az lett a vége, hogy ebből egy verekedés lett. Hoppá! És akkor volt először nekem ebben részem. Aha. Hetedikes voltam, az mennyi lehet, amikor 13. 13. És nem alakult jól az a buli nekem, az a verekedés, és utána viszont a srácnak a baráti köre az rendszeresen vadászott rám. Tehát nekem a 7., 8., sőt Szlovákiában úgy van, hogy 9 az általános, ott nekem volt 3 olyan évem, amikor bárhol kimentem a faluban, egy faluban születtem, bár kimentem egy diszkóba, az tuti volt, hogy ott vadászni fognak rám. És kialakult bennem az a ösztön, hogy nekem meg kell magam védenem, és fel kell magam erősíteni mentálisan is arra, hogy erre nekem készen kell lennem, hogy megvédjem magam, hogy ott kiálljak, és tényleg itt buli lesz. És ez folyamatos nyomás volt, és kialakítottam otthon a melléképületünkbe egy edzőtermet, tényleg ismerőssel öntettem ki a súlyokat, mert pénzem arra nem volt, hogy egy edzőtermet összerakjak, vettem egy bokzsákot, és néztem akkor még filmekből mozdulatokat, és elkezdtem ütni és rúgni. Aminek az lett a hatás, hogy folyamatosan el volt repedve valamelyik ujjamban a csont, mert nyilván bandázs nélkül csak így keményben, naturban ütöttem a zsákot. De akkor folyamatosan edzettem, és mind testileg, mind ezeket az ütéseket, rúgásokat gyakoroltam. És átjöttem ide Győrbe, aminek az oka az volt többek között, hogy ebből a nyomásból kikerüljek. Hogy egy új lapot indítsak, egy új életet indítsak. És itt volt lehetőségem először küzdősport edzésre menni, mert ott a környéken nálunk nem nagyon volt. Mm-hmm. És akkor jött a Kyokushin karate. Azt csináltam pár évig. Aztán volt Muay Thai edzések, és hogy az MMA-hoz hogy jutottam, hogy kötöttem ki. Hát a K1 nagy szerelmese voltam. Tehát akkoriban, ha nem tudom, te mennyire volt neked meg gond köztünk. Én is azzal találkoztam először igazából a tévébe. Igen. A K1 World Grand Prix azok voltak, amit az Eurosport is adott, és ilyen áhítatva néztem. Szerintem azzal robbant be a combat sport, a küzdősport igazából Magyarországra, ami nem olimpiai küzdősport, a K1 a Eurosporton. Így van, és ott legendák bunyóztak egymással is. Többek között ilyen volt Mark Hunt is számomra, ugye 2001-es GP győztes, és aztán láttam egy más egy bevágásban, hogy ő nem csak K1-be bunyózik, és mondom, mi van még? Mm-hmm. És akkor kezdtem rákeresni a YouTube-on, már akkor volt YouTube, és először, aki szembe jött, az Wanderlei Silva volt, egy Wanderlei Silva Pride match, és így néztem, és az volt az érzésem, hogy úristen, hogy ez sok. Uh-huh. Ez sok, hogy ezeket le kéne lőni kb. Ez volt az első gondolat. Tapossák egymás fejét a föld. Igen. Tehát én abszolút komfortzónán kívül voltam elsőre, így megriasztott, hogy én, és egyből az jött be, hogy én mit csinálnék egy ilyen helyzetben, amikor, tehát a régi utcai bunyok, amikor télen a földön is ütöttük egymást, mondom, és ez van ringben. És utána még jött a lehetőség, hogy egyre többet láttam, ilyet a YouTube-on, annélkül, hogy kerestem volna, és egyszer csak így berántott, mert azt éreztem, hogy ez a ultimate lehetőség arra, hogy a küzdősportban egymás ellen megmérettesenek. És valószínűleg az is közre játszott, amikor a K1-ben azt láttam, hogy Bonyánszki, ahogy megtapossa őt, Harry, és így lesz bajnok. És hogy ott a földön meg taposni lehetett. Tehát ott tényleg eldőtt az, hogy aznap este ki volt a keményebb. És onnan aztán nem volt megállás. És azután jött a Total Damage megalapítása valamikor. Mi volt az a motiváció számodra, hogy létrehozd a totaldamage.hu-t, ami szerintem Magyarországon egy olyan közösséget hozott létre, ami azelőtt nem volt, tehát hogy igazából szerintem a MMA népszerűsége az összefügg a totaldamage.hu megalakulásával, szerintem ennek nagyon nagy szerepe van, és neked nagyon nagy szereped van ebben, hogy Magyarországon kezdték az emberek jobban megismerni a küzdősportot, és kifejezetten az MMA-t. Hát kerestem azt a lehetőséget, hogy hol tudok én magyar forrásban ilyen témákból olvasni, és akkor még volt lehet, hogy most is van a fight.hu felület, és annak volt egy fóruma. Ez most lehet, hogy a fiatalabbak, akik nézik, az már ilyen furcsának tűnik, hogy fórum, mert most igazából a közösségi oldalakon bárhol lehet
kontentet találni, kommentelni és közösségi életet élni, akkor egy ilyen klasszikus fórum motoron futó szobák voltak, és ott beszélgettek, akiket érdekelt az eseményekről. És ott volt egy szűk közösség, és itt mindig felvetődött az a gondolat, vagy kérdés ebben a közösségben, hogy tök jó ez a fight.hu, de valószínűleg nincs idejük ezzel annyit foglalkozni, meg nem mindenről, meg jobb lenne több Pride, meg UFC. Én meg úgy gondoltam, hogy engem érdekelt az írás is, uh-huh. és valahol azt akartam, hogy népszerűbb legyen ez a sport Magyarországon. Akkor még nem tudtam eldönteni, hogy miért van ez a gondolat. És mivel informatikus végzettségem van, ezért úgy gondoltam, ha értek is hozzá, miért ne csinálnék egy weboldalt, és miért ne töltsem fel tartalommal, és kiszolgáljam azokat az igényeket, amit a fórumon láttam. És viszonylag gyorsan összeraktam ezt a motort. Egy decemberi este volt 2001-ben talán. Ültem, mert még otthon laktam, olyan fiatal voltam, ment éppen a Megasztárnak a döntője, Vastag Csabira éppen mondták, hogy Vastag Csaba győzött, és akkor nyomtam azt, hogy publish, és kiment a totál, nem csak így, ez így beívódott ez a kép a fejembe. Ezt kérdezni is akartam, de akkor ezek szerint megragadta. Ez meg, mert így remegett az ujjam, mert feltöltöttem kezdésnek 5-6 cikket, talán Kane Velázquez volt a címlapon, és beraktam be a Fight.hu-s fórumba, hogy elindult. Uh-huh. És nyomban csináltam egy nyereményjátékot, hogy akik regisztrálnak az oldalra, mert akkor még be lehetett regisztrálni az uh-huh. oldalra, azok között kisorsolok egy Fedor pólót, és így mindenki így lerakta fejét, hogy Fedor pólót. Talán mind a Clinch Gear-nek volt akkor egy ilyen. Uh-huh. És mert én erre vágytam volna, hogy én egy ilyennel találkozzak, hogy egy ilyen nyereményjáték, ahol egy ikonnak a pólóját lehet megnyerni, és a Fight.hu-s fórum is megörült ettől. Aztán másnap meg szembesültem azzal, hogy oké, hogy én ezt lefejlesztettem a weblapot, de baszki, akkor nekem itt naponta 4-5 cikket írnom kéne, mert itt tud működni a dolog. És ha valamit elindítottál, akkor innen kezdődött a buli. Igen. És elég sokáig írtad ezeket a cikkeket. Ebben az időszakban hogy nézett ki? Ugye volt egy civil munkád, és mondjuk végeztél munkával, és akkor este hazamentél, és utána írtad a cikkeket esténként. Akkor még egy magánvállalkozásban dolgoztam uh-huh. otthon, és nagyjából úgy nézett ki a napom, hogy belőttem, hogy 4-5 cikket kell írni, és akkor ezt gondoltam, hogy tart 2 órát, és ezt megcsinálom reggel 8 előtt, és dolgozom, nem? Ez tartott napi 6-8 órát az elején. Soknak tűnik, de bele kellett jönni, mert nem volt ebbe tapasztalatom, és nem csak cikket írtam, hanem oldalt fejlesztettem, és tök egyedül voltam ebbe. Szóval ez a nap az ilyen napi 20 órákból állt, vagy a Totterdam is mellett a munka, amiből megéltem. Uh-huh. És hát ez 2 évig ment. És 2 évig egyedül voltam ebben. 2 évig hetente, 7 nap alatt csinálni a cikkeket úgy, hogy amikor UFC gála volt hajnalban, akkor nem egy összefoglalót írtam este, vasárnap este, hanem nyomban a meccsek után mindegyikről írtam minimum A4-es oldalt. És úgy nézett ki az összes vasárnapom, hogy reggel 7, amikor vége volt a gála, délután 3-ig a cikkírás. De nem mondom azt, hogy ez egyszerű volt a szociális élet. Rá is ment erre egy kapcsolatom, de valami hajtott ebben. Az, hogy ilyen nincs Magyarországon, mert pénz nem volt belőle. Tehát pénzt csinálni Magyarországon egy ilyen híroldallal, ami ennyire szűk közösségnek szól, az első 5-6-7 évben szinte lehetetlen szerintem, mm-hmm. ha nincs mögötte egy szponzori történet. Ez egy vállalás volt részemről, amit amúgy azóta is keresek, és talán most kezdek választ kapni arra, hogy miért is csináltam, miért vállaltam azt. Én emlékszek arra az időszakra, amikor ugye még te írtad a cikkeket, és akkor én ugye reggelente bejárós voltam, akkor még nem korlátlan mobil internet volt, meg ilyenek, hanem levettem a Total Damage-on, hogy képeket ne hozzon be a weboldalt, tudod, csak a szöveget, és akkor nem szívta annyira az adatforgalmat. De amíg én reggel beértem, ugye sirokból egerbe, akkor mindig elolvastam a cikkeket. És az volt minden reggel, hogy egyből olvastam a cikkeket, és hogy szem a Total Damage-nek is kicsit köszönhetem, hogy én is ennyire az MMA felé mentem szerintem. De mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ezt már nem tudod tovább csinálni, meg mennyire látod, hogy azért elég nagy közösség nőtt össze. Most a Facebookon valami 40 akárhány ezer. Lassan 50 ezer. Lassan 50 ezer követője van, azért szerintem ez egy nagyon jó szám. Nagyon nagy szám. Mm.
arra emlékszem még arra, amit veled kapcsolatosan, hogy valahol a megszállottja lettem annak, hogy mivel ennyi munkát beleraktam, néztem mindig, hogy hány like jön a cikkekre Facebookon. Uh-huh. És megnéztem azt is, hogy kik a lájkolók. Tehát ez a beleestem ebbe a pörgetésbe, és már egy-két plusz like-nak is így örültem. És neked akkoriban az volt a profilképet, hogy jól emlékszem, ez a sárga fehér kettő? Az volt az első MMA meccsem. Az első MMA meccsedről a fotód. Igen. De azért maradt meg a retinámban, mert ilyen citromsárga volt a ketrec. Az a citromsárga fekete, az a, nem tudom, kisebb volt, mint az a ring, az a ketrec. Igen, és így maga a szín miatt így egyből láttam mindig, hogy itt ez a csávó szokott itt lájkolni folyamatosan. Így, a név az nem volt meg, de profilképed a sárga szín miatt, igen. És egyszer írtál valamit, hogy tök jók a cikkek. Nem tudom, hogy lehet, azelőtt is írtam, de hogy egyszer valamit talán még Attila akkor ment ki, és talán ki akartál menni forgatni, és én meg írtam, hogy tök jó lenne szervezni egy gyűjtés, hogy kimenj forgatni erről. Mert te tökre kielégítetted az én igényeimet, hogy én nagyon szerettem volna erről olvasni, de ugye akkor nem beszéltem angolul amúgy, meg én nagyon szerettem a videóidat, hogy amikor elkezdtél gyártani már videót is akár, hogy kimentél Attilához ugye a későbbiekben, és amikor én írtam neked először, szerintem az volt, hogy azt hiszem volt, kiírtad, hogy Attila megy a top teambe, és hogy lehet, hogy kimennél te is, de hogy egy nagyon drága mulatság, és akkor írtam, hogy szervezzek én egy gyűjtést, és hogy szóljon arra, hogy mit gondol, a gyűjtést szervezni, én biztos, hogy adnék, nem tudom, 2000 forintot, de ha minden ember ad, akkor igen, szerintem ez volt az első. De az tudni, hogy megvolt, hogy te lájkolod a cikkeket. Hát azt tudtam, hogy van itt egy srác, aki MMS, a kép alapján, így már bennem volt. És mi volt a kérdésed, hogy meddig bírtam ezt, vagy hogy ment ez igen, a történet? Igen. Hát ez a két év volt a vízválasztó, akkor voltam úgy, hogy ezt eddig lehetett hozni egyedül, és utána kértem nyilvánosan segítséget, hogy aki akar, az bejöhet, beszállt, és cikkíró lehet. És ott azért jelentkeztek páran, és ez tényleg bármilyen ellenszolgáltatás nélkül tudott utána működni az oldal, hogy még páran beszálltak. Aztán keresett meg az Eskovács Ádám, aki azt mondta, hogy csináljunk ebből egy üzleti történetet is, hogy alapítsuk meg a Total Damage Media Kft-t, és akkor próbáljunk meg kicsit növekedni, hogy az ő támogatásával. Ővel egy ilyen üzleti vonal jött be, a másik oldalról meg önkéntesekként jöttek cikket írni, és volt az aranykora a Total Damage-nak az volt, amikor volt 8-9 cikkíró, és volt közöttük lány is. Arra nagyon büszke voltam. 8-9? Igen. Nem azt jelenti, hogy mindenki naponta írt X-en, mert azért ezt a 4-5-öt tartottuk, de ami jól esett nekik, és akkor szerintem teljesen más energiája is volt a Total Damage-nek abban az időben. Én azt tartom az aranykornak. Én is valahogy azt, sőt, még, szerintem még akkor te is néha írtál egy-két cikket. Benne voltam, igen. Igen, talán az volt az aranykora ennek az egésznek. Kicsit így visszakanyarodva magára, az MMA-ra, ugye, mondtad, hogy, és én tudom, de szerintem most már a legtöbb néző amúgy is tudja, hogy te szlovákiai magyar vagy, és nekünk van két legendánk, Buchinger Iván és Vég Attila. Rájuk mikor figyeltél fel az ő karrierjükre, mert az ők akkor értek el igazán nagy sikereket, amikor még Szlovákiában sem volt ilyen népszerű az MMA, de te már akkor is akár forgattál Attiláról, én sose felejtem azt a videót, annyiszor megnéztem, akkor Attila bajnok lett, és csináltál erről egy videót, egy egész videósorozatot, amikor legyőzte Newtont, volt az a nagyon nagy darab, aki nagyon nagyot fogyasztott. Igen, arról is imádtam azokat a videókat, de hogy tényleg, mikor figyeltél fel rájuk? Én már hallottam róluk, korábban is a bősieknek híre volt ott a környéken. Igen, általad én is átestem a bősi beavatáson. Igen. Ahol én születtem annak a falunak, meg bősnek híre van a vadállatokról, és ott voltak portyázások egymás között is, és bősről én hallottam Bukiról is, meg Attiláról is, hogy voltak itt diszkókban nekik dolgaik. Aztán mondom, na akkor jó helyen kötöttetek ki, mert akkor legalább abból éltek, amihez értetek. Mm-hmm. De tehát ahogy, sőt, akkor Magyarországon szerintem még
több minden volt, hogyha MMA-ról akarunk beszélni, mint Szlovákiában. Még az első pár versenyüket itt? Itt volt, így van. Így egyik kempóztak, aztán átjöttek. Felföldiék, Hungária kupa, vagy nem tudom mi. Igen, igen. Én akkor még nagyon nem voltam képbe. Akkor voltak kezdeményezések, igen, és valószínűleg azért is, mert én szlovákiai magyar vagyok, és igazából pár kilométerre tőlem laktak egy másik városban. Ezért volt nekem ez fontos, ez a dolog. És én Attilát nagyon nagy tehetségnek tartottam akkor. Még akkor volt a Dizgusztival egy meccse itt Budapesten, akkor beszéltem vele először. És utána Szlovákiában is ilyen regionális, meg Csehországban azokat így követtem. És amikor jött az, hogy Bellator, meg hogy Egyesült Államok, American Top Team, Florida, mondom, ilyen még nem volt magyar ajkú bunyósnál. És ezt a Total Damage-en kell hozni, mert egyszerűen kell tudni a magyar közösségnek, hogy van ilyen siker. És hát egy nagyot álmodtam, akkor menjek ki oda, és helyszínen csináljak. Ahogy mondtad is, hogy Floridában egy videó naplót, az életem eddig egy legnagyobb élménye, hogy egyrészt miatta, másrészt American Top Team-ba bemész, és azok vannak ott, akikről írsz naponta. Tehát akkor igen, Thiago Silva volt, akkor volt Bigfoot Silva ott volt, Dustin Poirier még kopaszon gyerekként, és ő nem is érdekelt, mert ő még... Dustin Poirier... Akkor még zombival volt egy meccs, és tudtam, hogy jó srác, de vannak nála érdekesebbek, mert nem ráfókuszáltam. Teixeirának akkor volt a Jones elleni bunyója. Szóval az egy álom volt ott, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egyszer valaki, de kijönne magyarként is. Mármint magyarországi magyarként Attila mellett. Aztán te lettél az. Ja. Ugye Szlovákiában sokkal előrébb jár az MMA, mint nálunk, de ugye beszéltük is, hogy ugye Attiláik először Magyarországra jöttek versenyezni, szóval a magyar MMA az végül is hamarabb kezdődött itt a verseny, mint Szlovákiában, de mégis iszonyatos módon lehagytak minket, tehát Szlovákiában olyan magasságokban van most az MMA, mint nem tudom, hallottam is, hogy olvastam talán valami cikket, hogy sokkal több gyerek megy MMA-zni, hogy sokat veszítettek, a kevesebb gyerek megy focizni, mint korábban az MMA miatt. Hogy szerinted, mondjuk ha ezt megválaszod, akkor lehet, hogy nagyon okos ember vagy, de hogy mi lehet ennek az oka, hogy Szlovákiában ennyire felkapták azt a sportot, amit itthon nagyon nem? Hogy mi a te véleményed erről inkább? Azt kérdezném. Valahol ez egy... Azért jó kérdés, mert ez volt a célom, amit mondtam is már, hogy a Total Damage-en keresztül népszerűsíti ezt a sportot. Hogy ezt meg lehet tenni egy online felületen keresztül, abban a korban, amikor még mondjuk YouTube videók hírből sincsenek. Én valahol ezt a hatást vártam el naívan, hogy egy ilyen bloggal fel lehet hozni a népszerűségét Magyarországon az MMA-nak egy olyan szintre, ami mondjuk külföldön van. Ez nem reális, még a mai nap sem. Tehát az a 50 ezer követő a Total Damage-en, az még mindig nem azt tükrözi, amiben én annó hittem, vagy amiben én álmodtam. Mert még mindig marginális Magyarországon ez a dolog. És most nem akarok olyanról beszélni, mert nem is én tisztem, hogy mi történt az elmúlt években a magyarországi küzdősportokban, nincs is rálátásom. Miért érezheti azt a magyar társadalom, hogy a küzdősportok, az olimpiai sportokon kívül a többi az egy marginális dolog, és nem szabályozott, és brutális, és itt tovább. Ebben azért a magyar médiának van szerepe, meg bizonyos szereplőknek is. Hát inkább a médiának is, de van pár bizonyos szereplő, mert azért volt egy felívelő szakasz szerintem, amikor volt a HFC, abban azért te is úgymond benne voltál, nagyon sok cikket hoztál le, a Sport TV-vel leszerződött a HFC, adták a gálákat, aztán később ugye a Sport TV megvette a UFC közvetítési jogát, és valahogy mégis elmaradt az a... Ez a nagy berobbanás? Igen, de ez mondjuk szerintem lehet, hogy pár embernek köszönhető, hogy nincs egy bizonyos szervezet, vagy egy üzleti terv, mint mondjuk az Oktagon, nem? Ez egy profitorientált történet. Ez biztos. Amihez üzletemberek kellenek. Olyan üzletemberek, akiknek megvan az alaptőkéjük, vagy legalábbis az a ismeretségi körük, amik tudják vállalni azt az átfutási időt, amíg ez a történet nullás lesz. Nem nullás, mínuszos. Mert
ez az alaprecept. Ezt láthatjuk a UFC-nél, ezt láthatjuk az Oktagonnál is, ők is nagyon sokáig komoly adósságokat halmoztak, amíg át tudtak fordulni, de megvolt a túlélési pont, amin át tudtak billenni. Az EuroFC, ami szerződtetett téged, mennyi, egy-két gálát élt meg? Kb. Szerintem egyet. Vagy egyet. Tehát, van az a tűréspont, amire nagyon jó üzleti terv kell, és nagyon jó menedzsment, hogy azt végig tud vinni, mert látnod kell előre ezeket a rizikókat. És azt tudni kell az elején, hogy ez mínuszos lesz, egy idő után lesz nullás, és utána rentábilis. Ha valaki mindjárt az elején pénzt akar ebből kivenni, az nehéz. Ez egy magyar betegség, és most nem senkit minősítek, ez egy ilyen történet. A másik dolog, az már sokkal kevésbé az üzlet, hanem az ember. A fogyasztói társadalom már pedig nekik szól a küzdősport a tévében, mert leülsz és szórakozni akarsz, és ezt akarod fogyasztani. Magát a küzdősportot és a körítést. Ha valaki belép a ketrecbe, két küzdő felett látsz, ha nem ismered őket karakterileg, akkor azt fog téged meggyőzni, hogy mennyire jó bunyót hoznak. Magyarországon, illetve a működő recept szerintem az, hogy történetek vannak, karakterek vannak. Tudsz azonosulni, vagy nem tudsz azonosulni, és pontosan ezért fogod nézni. Fel kell építeni azt a küzdő sportolói közösséget, amihez kell alapból legyen egy küzdő sportolói közösség, hogy ezek a karakterek, ezek ismertek, történeteik legyenek és eladható legyenek, mert innentől kezdve történeteket el lehet adni az embereknek. Még azoknak is, akik esetlegesen a küzdő sportokra nem voltak nyitottak. És ezért volt az Oktagonnak is szerintem nyilván a UFC receptet mintázva, hogy valóság showval indított, amivel történetet adott azoknak a srácoknak, akik ott indultok, többek között a Borárás Gábor is, aki ugye megnyerte, akikkel vagy azonosultak, vagy nem, de ezért követték utána a gálákat. Hát vagy azért nézik, hogy szurkolják, vagy azért nézik, hogy azt akarják látni, hogy megvehetik. Igen, és azt követték, hogy mi történik ezekkel a srácokkal. Uh-huh. És véleményem szerint a bunyó ebből szempontból másodlagossá vált. Hogy hát, mi történik velük. Tehát ugye a UFC-t is az Ultimate Fighter Show mentette meg. Igen. Tehát, hogy ez tényleg, hogy lehet, hogy ez így, amúgy ki is van mondva ez a recept, hogy nem, hogy így lehet igazából betörni egy MMA szervezetnek, hogy akkor, hogy nem csak egy szimpla bunyó, hanem akkor történeteket kell gyártani. A kérdés az, hogy meddig fenntartható, mert most már ugye ez sem működőképes, valószínűleg azért, mert elfáradt. Igen, de most utána meg, ha vannak jó bunyók szerintem, izgalmas, jó, amilyen videókat lehet már manapság gyártani, olyan jó kis promó videókat tényleg, azaz szerintem simán el lehet adni. Én nagyon sajnálom, hogy Magyarországon most jelenleg nincs profi szervezet, és az én személyes véleményem, hogy Magyarországon nem csak az a baj, hogy nincs szervezet, hanem igazából nagyon nincs is MMA klub, ahova le tudsz menni edzeni. Tehát, hogy én nem tudom, hogy mi történt pontosan a HFC-vel, az nem is a mi dolgunk, ugye, hogy miért maradt abba, de amúgy kellenek amatőr versenyek, de ahhoz, hogy valaki elmenjen versenyezni, az kellenének MMA klubok is, és nem tudom, kéne valami nagy képzést indítani, hogy MMA edzők legyenek az emberek, vagy hogy talán kicsit jobban nyissanak azok az edzők, akik mondjuk nem értenek a állóharc részhez, az meghívjanak egy állóharcost, vagy egy birkózót, és akkor együtt összedolgozzanak. De ez egy nagyon nehéz, és én egyelőre nem látom a kiutat ebből, hogy mikor fog ez megváltozni itthon. Látnak perspektívát ebben a mai fiatalok? Tehát mi alapján választ valaki sportot? Milyen hatás éri őt? Meg nyilván a szülők is, hogy hova viszik. Meg a szülők hova viszik, igen. Tehát, hogyha valaki sportból akar, tehát megszületik már idejekorán ez elhatározás, hogy sportból akar megélni, vagy ebből akar karriert csinálni, akkor még mindig az olimpiai sportok, ami perspektívát nyújt, mert abban van biztonságérzete az embernek, hogyha ezt választja. Az MMA kapcsán ilyen nincs. Tehát nem olimpiai sportoknál. Nagyon rizikus. Nincs ilyen. A te történeted mutatja azt, hogy mekkora önbizalomnak és nagyon sok áldozatnak kell lenni, hogy ezen az úton járni tudj. Nincs olyan kép vagy minta ma jelenleg Magyarországon rajtad kívül, hogy hol lehet fejlődni, hova lehet eljutni, ennek milyen buktatói vannak, és ezért sem vállalják szerintem. Nem, a Feri miből él meg? A Feri az edzéseiből, de azt se úgy csinál, ezt nem tudom, feltételezem, hogy nem egy helyen dolgozik, nem bemegy napi 8 órát dolgozik, és fixen megvan a köre, és abból meg tud élni. Ez nem tervezhető jelenleg. Hát igen, meg ezt
észrevettem én is, hogy Európában úgy él meg egy MMA klub, ha vannak amatőr edzései, és az edzők abból meg tudnak élni, hogy tartanak amatőr edzést, és van egy-két profi, akivel tudnak foglalkozni, az úgymond egy plusz, meg az ő meccspénzük plusz, de ha csak abból nem tudnának megélni, hogy a nem tudom melyik versenyző, aki bunyózik akár a UFC-be, így Európába edz, és akkor UFC-be vagy Bellatorba bunyózik, leadja a százalékát, az nem elég, hogy egész évben megéljen. Viszont Amerikában egy teljesen másik modell van, ahol egy csapat abból él, hogy csak profi bunyósok vannak, és az edzők abból meg tudnak élni, hogy nagyon sok profi bunyós ott van, és leadja a százalékát. Ez valahogy így alakult ki, hogy Amerika lett a gyűjtőpont, vagy akár van még Thaiföld szerintem, de most én akár voltam Svédországban is, ott is a teremben nem olyan harcosok vannak fullosan, mondjuk Hamzaton meg Gustafsonon kívül, aki nagy pénzt keres, hogy abból meg tudnának élni, mondjuk Hamzatból most már lehet meg tudnának élni az ő fizetéséből, de ott is az All Starsban annyi amatőr van, hogy valami hihetetlen, és azért edzenek ott az amatőrök, mert szerintem elmondhatják, hogy ugyanazon a helyen edzek, mint Hamzat vagy Gustafson. Szóval tök más az európai, meg az amerikai modell. És én nem látom azt, hogy ez meg is változna itthon, de az működhetne, mint mondjuk Svédországban is működik, hogy van egy pár bunyós, aki itt edz, és nagy nevet csinált a teremnek, ezért tök sok amatőr ember jár oda edzeni. A mögött is volt egy befektetés valaki részéről. Persze, nyilván. És azért legyünk őszinték, hogy nem minden esetben, de nagyon az esetek többségében azért az alvilág összefonódik a küzdősportokkal. Főleg régen nagyon, most nem tudom, hogy mennyire, lehet, hogy még most is, sőt, valószínű, meg szerintem mindig kellenek olyan emberek, akiknek sok pénzük van mondjuk, és szeretnék, látnak ebbe a fantáziát ebben a sportban. Mi kapcsolatunkkal szerintem nincsenek tisztában a nézők. Ugye mi szoktunk egy-két, még régebben elég sok videónk volt együtt, azért én is sokat köszönhetek a Total Damage-nek. Szerintem elég sok cikk született ott rólam a kezdetekben. De mi mikor találkoztunk személyesen először ott a Szimacsarnokban? 2012 vagy 14 valahogy. 14 szerintem, igen. Valahogy úgy. És akkor mivel írtam rá, hogy vennék egy sapkát, vagy kérek egy sapkát? Az egy tech-gála volt. Tech-gála volt, igen. Akkor én már ott bunyóztam, vagy nem? Nem, szerintem ott még nem. Szerintem feljöttél megnézni. Igen. Igen, emlékszek, mert ott találkoztam veled, és abban az évben mondtam, hogy hú, de jó lenne ilyen nagy gálán bunyózni, és egy évre rá, akkor bunyóztam Kína-Magyart. Igen. Jelentkeztél nálam, igen, hogy talán még beszélgettünk is előtte írásban, és mondtad, hogy, és tudtam, hogy Total Damage fan vagy. Ja. És hogy te szeretnéd, és hogy te tudod, hogy egyszer sikeres leszel, hogy te tudod, hogy egyszer bajnok leszel, és hogy mennyire szóval hálás ezeket vagy. A beszélgetéseket megnézni vissza. Messengeren lehet, hogy vissza lehet pörgetni. Kimentem az udvarra, kivittem neked a pólócsapkát. Ott felvette, csináltunk egy közös képet. Az azóta is mindig feljön éves emlékként, meg kiszoktam rakni, mert ez nekem egy ilyen emlékezetes pont. Ez a mi első. Igen, találkozásunk. Személyes találkozásunk, és szerintem már akkor beszéltünk arról, hogy tudnálak esetleg segíteni abba, hogy bármire, hogy elérd a céljaidat. És utána jött, hogy segítettél kimenni Bőse, az volt az első lépés, nem? Valahogy nem is tudom miért, de valahogy volt egy ilyen szimpátia köztünk, valamiért benned volt az, hogy segíts nekem. Én megéreztem azt, hogy te ezt komolyan gondolod. Uh-huh. Hát én ezt éreztem. És így hazamentem, és azon gondolkodtam, hogy oké, nagy szavak az, hogy segítség. Most kapsz 3 pólót, meg egy csapkát, ez mibe segít téged? Maximum abban, hogy bemész a terembe, és azt hiszik, hogy most ez nem, ez amikor összeértem Zsófival, akkor kérdezte, hogy mi ez a sapka, mondom, a szponzorom. Nagyon kemény. Igen. Tehát flexelni maximum jó lehet ez a dolog, de azon gondolkodtam, hogy az anyagi lehetőségeim ez mértem, mert nem voltam egy gazdag gyerek, meg azóta sem vagyok, de hogy tudok én segíteni. És akkor jött az, hogy hát itt lakik Buki pár kilométerre tőlem, akkor egy edzőtábor. Mert Buki akkor már az M1-ba. Igen. M1-ba. Sőt, talán már lehet, hogy bajnok is volt. Szerintem. Igen. Mondom, itt van a lakás, tudsz itt lakni pár kilométer,
az önmagában már segítség szerintem, hogy nem kell fizetni a kajáért, a szállásért. Hát meg eleve a lehetőség. Meg volt vele edzeni, igen. Ja, tényleg, és akkor volt, hogy elindultam, akkor már volt kocsim, és lerobbantam. És utána a motort kellett cserélni a kocsiba, és utána egy vagy két nappal, nem tudom, más, vagy lehet, hogy busszal mentem, vagy vonattal. Mondom, én gondoltam, hogy ne, a világon nincs ilyen, hát ide jön, hogy leég a motor, ez szerintem kamu volt. De nem akar jönni, megijedt a bukitól edzéstől, de aztán jöttél. Igen, jöttem. Hát olyan ideges voltam, végre mehetek edzetekre, mert én is ugye mindig kerestem a lehetőséget, hogy hogyan tudok jobb harcossá válni. Azért én mindig is egy tudatos, meg intelligens embernek tartottam magam, és tisztában voltam vele, ez nem tudom, akár már ilyen 10-akárhány éves voltam, vagy lehet, hogy 20 már, hogy amikor kimentem oda először, de tudtam, hogy ha a legjobb akarok lenni, akkor a legjobbakkal kell edzeni, és azért tudjuk, hogy egy amatőr klubból, amatőr partnerekkel nem leszel csúcsragadozó. És az volt az első lépés a bősi edzőtábor. De ez jó mélyvíz is volt. Az mélyvíz. Még vannak felvételek, amit csináltál, hogy amikor Attila jó szétveri a fejem. Az akkor volt, amikor először? Persze, hát azért rögtön a legesleg első alkalom volt. Életemmel küzdöttem. A Pumukli ott azért volt pár olyan pillanat, amikor simán törhetett volna a kezed bordád. Hát igen, a bukiék szóltak rá, nem? Az kemény volt. Én voltam, vagy 70 kiló, meg volt, vagy 100, nem? Igen. De utána milyen jóba lettünk, mert utána délután már a... Szerintem kivívtad a tiszteletüket, tehát arra voltak kíváncsiak, hogy van-e helyed neked arra ott, hogy ott velük legyél. Az egy avatás volt. Az egy avatás volt, és utána Ivánnal lettem én valahogy közelebbi kapcsolatba, ugye, hogy összehoztál, utána mentünk az MMA Spiritbe is, vagy előtte még volt? Egyszer még voltál. De akkor már... Csak Bukihoz mentem. Bukihoz ugye? Is mentem, meg Pozsonyba mentél. Pozsonyba is voltam, igen. Szkondricsékkal ott. A Deák Tomival edzettél meg. Igen. Tényleg. És utána volt a Spirit. MMA Spirit, igen. Ahol az életem még küzdöttem. Hát, hogy az volt a következő lépés. Hogy megvertek? Az volt a következő. Azon gondoltam, hogy oké, Bős most már volt kétszer, akkor hogy lehetne szintet emelni, akkor az Ivánnak a csapatához kimenni Frankfurtba. Azáltal, mert volt sok 66-os. Igen. És akkor kimentél a birkózókkal, busszal, nem is tudom kikkel. Azért Frankfurt az 1000 kilométer. Egerben voltak birkózók, és pont mentek Németországba, és mondtam, hogy mennék ki, és akkor ők vittek ki. És mondták, hogy mikor érünk oda. Mondták, hogy reggel 8, hogy valami, és valami hajnal 4-re értünk oda, de ezt mondtam is neked. És kidobtak, elaludtam a buszon, és akkor felkeltem hajnal 4, és mondtak, Frankfurt, kiszálltam, és akkor ez a cím, mondták, igen, és egy Mercedes-szel szembeálltam, egy Mercedes kereskedés, és bazzik, hajnal 4 van, és annyira beszari voltam, hogy nagy volt a tisztelet Buki iránt, hogy nem mertem tudod felhívni, hogy ne, hogy a hajnal 4-kor felhívjam Ivánt, hogy figyelj már, itt vagyok, nem tudom hol, gyere már, értem, és nem hívtam fel. És mondom, jó van, elcsövezek én valami padon. Emlékszik ezzel, de rakjátok bele a videóba, rám jött. Mindegy, utána keresgéltem, egy órát járkáltam, és megtaláltam a edzőtermet, de na, jó van, veszek valami szar kaját, ott vettem, és lefekszek valami buszmegállóba, és bazeg elkezdett esni az eső. És hideg is volt, fáztam, és most azon vaciláltam, hogy mondom, basszus, most bemegyek egy hotelbe, alszok legalább pár órát, mert 10-től volt edzés, majd nyilván a reggeli edzésen mentem. Vagy itt vagyok, és lehet, hogy megfázok, és akkor az egész kempet kidobhatom a kukába, és emlékszem, bementem, annyira fájt az a 100 euró, vagy nem tudom mennyi volt, de nem is tudom, mit gondoltak. Az egyik hotelből ki is hajtottak, hogy bementem, és mondtam, hogy rum, vagy nem is tudom, hogy van németül, Zimmer. Akkor még németül jobban beszéltem, mint angolul, és kihajtottak, hogy ilyen hajnal 5-kor bejön valaki valami hotelbe, aztán végül átmentem egy másikba, kifizettem azt, nem tudom, lehet, tényleg valami 100 euró lehetett arra a pár órára, és akkor reggel mentem az edzőteremben, az Buki mondta, hát te hülye, miért nem szóltál? Nem mertem felhívni, de utána te is kijöttél arra, és arról is forgattál egy ott videót. Ott voltam, igen, veled azon a héten.
Két-három napot? Nem. Úgy mentem ki, hogy utána meg hazahoztalak. Igen, hazahoztál, igen. Úgy lett tervezve. Ott az volt a tervünk, ugye, hogy meggyőzzük a ottani csapatvezetőt, hogy vegyenek be. Hát az volt a cél, hogy az legyen a te klubod, igen. Oké, mellett az tényleg egy profi klub volt, mert akkor már a Daniel Weichel a Bellatorban volt, igen. Ugye? Igen. És hogy ha ilyen profi csapatban vagy, akkor megnyílik az út nyugatra. Aztán Buki azért már mondta, hogy egyszer srác itt a főnök. Az meg akar tületni engem, szerintem. És ott is volt a próbatétel. Ugye ott beraktak a ketrezbe, és az volt, hogy váltották egymás percenként. Nem, két menetet jött a Weichel, két menetet jött a Max, két menetet jött a birkózó gyerek. A Szeba volt a Bulák. Az igen, igen. És emlékszem, a második menet után teljesen elfogytam, és én ezt őszintén mondom neked, Józsi, én sehol életemben nem fáradtam el ott annyira, mint ott. Én ott tényleg szerintem azon gondolkoztam, hogy szívinfarktus fogok kapni. Volt, amíg cserétek a ketrezbe, amíg kiment az egyik, bejött a másik, addig beesté a sarokba, és oda mentem hozzád, és így kívülről annyit láttam, hogy ezek az üveges tekintet, és mondom, hogy tesó, így masszíroztam át, mondom, csak ez bír ki, mert ez a próbatétel, ott áll a edző, most nézik, hogy mire vagy képes, és azt látom, hogy az még nem hallja, amit mondok neki. Nem, ez teljesen végén volt. Én tényleg azt hittem, hogy ott meg fogok halni. De hogy annyira elfáradtam, hogy soha életemben nem fáradtam el, azóta se annyira. De végigcsináltad. Végigcsináltam, de nem tudom, hogy az a... Valószínűleg nyilván nem voltam fizikálisan olyan állapotban, mint most, meg akkor voltam, vagy 70 kilóig, meg voltak, vagy 80. Ja. Annyira elfáradtam, meg nyilván éreztem a stresszt is, tudtam, hogy ezen most sok múlik, és végül is nem jött össze az a kaland. Semmi sincs véletlenül. Én nem éreztem jó energiát abban a klubban. Nem, én se. Lehet, hogy a célnak megfelelt volna, de ebből volt problémám is, mert Buki mondta nekem, hogy ő is érzi jól magát. Hogy azért megy ki, mert hogy ez egy profi klub van, ők szereznek neki meccseket, és annyira akartam azt, hogy sikerüljön oda téged berakni, hogy azt írtam a Nilsznek, az edzőnek, hogy a Buki is jobban érezné magát, ha te ott lenné. Uh-huh. És elküldött a picsába. Tényleg? Hogy én mit szólok bele az ő klub dolgaiba, és valahol igaza volt. Uh-huh. És a Buki is ott írt nekem, hogy na, ezt azért nem kellett volna, és azt megmántam, és ezt tényleg azóta is bánom. De ez utólag visszagondolva tényleg nincs jó energiája annak a klubnak. Nincs. És hogyha te ott maradsz, akkor valószínűleg a Max Koga meg a Weichel mögött lettél volna az őket támogató valaki, és nem kaptál volna szerintem akkor a menedzsmentet, mint ők. És én nem bánom utólag ezt a történetet. Én sem, csak azt az egyet bánom, hogy Weichel-el sose sikerült. Hát ami késik, még nem mondjuk. Azon már nagyon lent van a rangsorban, már nagyon nem hiszem, hogy... Már idősebb is, nem? Idősebb sokkal, ja. Igen. Ezután volt még nekünk egy bizingeni, amikor ugye én szétmentem a nevelőedzőmmel, akkor nagyon magamra maradtam, és akkor csak te voltál mellettem, ilyen barát, kicsit menedzser is, ugye, az RUFC-s dolog, és akkor nagyon kerestük a helyet. De ezt mindig is meg akartam kérdezni, de már lehet, akkor így válaszoltál, hogy miért... Ez érdekes, ugye Alex meg Sam, akik az amerikai menedzsment, hogy ők is, hogy miért? Miért segítettetek engem? Azért, mert ha az ember megismer téged, mondjuk ez is furcsa hangzik, mert az elején nem volt lehetőségem nekem erre, de vannak, amikor az embernek a szemében nézel, akkor aki erre képes, akkor látja a lelkét a másiknak. Ezek nagy szavak, nem is biztos, hogy ez a jó szó. Bele tudsz látni a másikba. És neked van egy őszinte tiszta kisugárzásod, és az alapján, ha te azt mondod, hogy te azt akarod csinálni, én ezt elhittem, és ebben én bíztam. Én hittem ebben. A mai napig hiszek ebben. Azt kerestem, hogy én ebben milyen részt tudok vállalni. Ez valahol az én beállítottságom is. Én egy giver vagyok. Ez az élet sok területén jellemez engem, hogy én a környezetemet segítem. Azért vagyok a munkahelyemen is vezető. Ott az embereket irányítok, vezetek, segítek. És én ezt keresem az életben, hogy hol tudok segíteni. Egy kitekintés csak, a YouTube csatornám is azért van, erre az utóbbi időben beszéltem meg azt magammal, mert te is tudod, hogy financiálisan ez a mai napig egy felejtős történet. Nem ezért csinálom, hanem azért, mert a videóimon keresztül akarok, vagy szeretnék hatni a közösségre, aki néz engem. Szeretném azt, hogy
És nem csak a UFC-ről beszélni, hanem a saját értékrendszeremről. Az, hogy én mit gondolok arról, hogy valaki például egy mérkőzés megelőzően így vagy úgy viselkedett. Hogy én arról mit gondolok. Vagy ahogy a UFC kezeli a bunyósait. És én abban az az én vágyam ezzel, hogy egy egészséges, szerintem egészséges az értékrendszerem, vagy azt szeretném hinni, és hogy ezt át tudom adni, és ezzel hatni tudok. És hatni akartam a te életedre is azzal, akár a kevéssel is, ami lehetőségem volt. Sokat, igen. Sokat sikerült. De ez engem is töltött. Tehát ezt nem azért csináltam, mert csak adni akartam, mert ettől én jól éreztem magam. És ezt keresem az életben. És mindig jó érzés erre visszagondolni. Tehát amikor kimentél ebbe a következő táborba, az a... Bizingen. Bizingen volt a... Planet Eater. Péter Szobota. Péter Szobota volt ott, igen. Ott is mondom, UFC srác. Ja. Oda ment, és ott mondtad, hogy... Nyista. Ja, mert ott se volt. Egy az, hogy én telekocsival mentem ki, 24 órát ültem abba a rohadt mikróbuszba. Így végig, azt hittem, hogy soha nem érünk oda. Aztán ott is az volt, hogy ugye, mondom, akkor napi két edzés, és akkor volt, hogy reggel nem ült senki, este meg ilyen amatőr box edzés, tanulták a jab, hook. Mondom, mi az Isten, hogy nem pocsékolom itt az időmet. Volt egy-két jó edzés, nem mondom, de ugye alapvetően ugye én ott aludtam az edzőteremben, ott volt a Szobotának egy szobája, és emlékszek, hogy ott hagytak az edzőterembe este, és akkor a WC az csak úgy volt, hogy felmehettél a lépcsőn, az edzőterem mellett a zuhanyzó, meg WC-sér fújt a szél, mint valami kísértett ház, kimentem pisilni, és majd megfagytam az alatt, mert ugye nem volt fűtés, de amúgy alapvetően én nagyon bizakodva mentem oda, hogy tudod, na most akkor egy profi edzés lesz, napi két edzés, úgy, hogy edzenek UFC-sek is, és mégse volt, de lehet, hogy az annak volt köszönhető, hogy nem volt ott a Péter Szobota, és gondolom neki is így saját kempje van, amikor ő felkészülésben van, de amikor én oda mentem, az nem alakult olyan jól. Még talán a Jotko volt ott, de talán akkor ő akkor sem volt ott. Igen, de ugye azért, mert ezt láttuk az interneten, hogy ilyenek edzenek ott, hogy jó, akkor biztos milyen jó. Hát de sajnos ez nem úgy volt, de az is egy jó élmény volt, meg szerintem. De ez mindegy egy lehetséges út volt, amiket kipróbáltunk. Próbálkoztunk, nem az volt, hogy az első után feladtuk, akár a Spirit után. Igen. De most visszagondolom, mondhattam volna, hogy ja, tényleg itt bele se gondoltam soha, hogy hát ez a csapat nem akart engem, lehet, hogy mégse vagyok olyan jó. De érdekes, hogy nekem tényleg ez meg se fordult a fejemben. Ez nem volt, igen. És itt belegondolom, hogy miért nem mondtam én azt, hogy hát nem vagyok elég jó ehhez. Ja, annyira el... Ez nem. Ez és utána mentél szerintem a Pozsonyba az Iliáékhoz, akkor voltál még utoljára nálam. Igen. És akkor mondtad, hogy lehet, hogy jó volt, vagy jó híre van a Szobotáiknak, de hogy Pozsonyba azért... Az sokkal jobb az volt. Nagyon jó akkor volt. Keményen is edzettek, nagyon igen. Arra emlékszek, igen. Aztán megjött a Black Zillions. Ja, igen. És onnantól pedig kijöttél. Hát azt a szorítmányt szerintem sokan ismerik arról, annyira nem is akarok nagyon beszélni. Volt neked valami meghatározó bunyód Wanderleinek, ami úgy benned maradt, hogy akkor fordult át, hogy ez az MMA túl sok, aztán mégis beleszerelmesedtél ebbe az egészbe? Nem tudom, hogy mi volt ez az átfordító pont, és ezt erre keresem a választ, mert erről is kevesebbet beszélek, de én elég nyitott vagyok a spirituális gondolkodás felé. Igazából az a célom, hogy megismerjem azt, hogy én igazából ki vagyok, milyen ember vagyok, mi az, ami engem meghatároz, mert ahogy naponta viselkedünk, ahogy most egymással beszélgetünk, azért tesszük ezt, mert vannak közös élményeink, vannak mintáink, meg tudjuk, hogy ilyenkor hogy kell viselkedni az életben. De én meg akarom érteni azt, hogy én miből vagyok, honnan jöttem, milyen ember vagyok, és ezért a spiritualitás egy fontos dolog az életemben. És arra akartam rájönni, hogy a küzdősport miért fontos nekem. Hogyha nem voltam benne profi. Hát most jitsu szinten jelenik meg, tudom, Laci, nem járok edzésre, tehát ez se olyan, hogy annyira aktív lennék benne. És arra jutottam, hogy olyan kevés őszinte dolog maradt ebben a világban, ami tényleg őszinte, és nincs mögötte egy kérdés, hogy
ez valóban így van, mert most már szinte mindent meg lehet kérdőjelezni. Tehát minden igaz, és annak az ellenkezője is. Nincsen fact-checked. Mindenkinek van véleménye, és van ellenvéleménye, és úgy érzem én személy szerint, hogy kevés olyan pont van a világban, ahol az őszinteség megmaradt, és a küzdősport az ilyen. Tehát, hogyha bemész a ketrecbe, vagy bemész a ringbe, ott nem tudsz állarcot viselni. Tehát ott kiderül, hogy te milyen ember vagy. Igen. A bunyóban, ahogy sportszerű vagy, vagy nem vagy sportszerű. A végén, amikor győzöl és ünnepelsz. Ugye elfáradsz és hajtod tovább, nem adod fel. Mennyi a kurázsid, így van. De a végén, amikor valaki győz és egy katartikus állapotban van, akkor nem tud senki hazudni arról, hogy ő milyen ember. Ezt szoktam mondani a videómban, és nézzétek meg, hogy ki hogy ünnepel meccs után. Ő egy olyan ember. Ott nem tud hazudni. És kevés olyan helyz lehetőség van az életben, amikor őszinteséggel találkozó, és te őszinte tudsz lenni, mert maszkokat kell viselnünk az életünk során, főleg, hogyha nem merjük magunkat megmutatni. És én nekem való ez a küzdősport az őszinteségnek a szintere, amire nekem amúgy szükségem van. És ezért is csináltam annó én, és ezért közvetítem, vagy ezért követem, mert itt tudom ezt megélni. És ezt akarom kiragadni is, amikor beszélek a YouTube videóimban erről, hogy mi itt az igazság, kik ezek az emberek, mi történik úgy, ahogy szerintem. És visszatérek még a sztorihoz, amit mondtam, hogy miért tud működni egy UFC, miért van ennyi követője. Azért, mert legalább olyan fontos egy gála előtt, hogy jutunk el a gáláig. Tehát a bunyók mellett a történések, az energia, az szinte szerintem egyenértékű. És hogyha valaki csak erre a gála szervezésre koncentrál, és ez kimarad, az ember, a történések, és nem trestókra gondolok itt, ez fontos dolog. Az olyan videók, amik úgy érzéseket váltanak. Azt közvetíteni tudja ez, de kell bele ez az energia, hogy emberek vagyanak részt ebben. Ez az, ami az én részem. Az, ami engem mozgat. Az, ami engem motivál. Ezt érzem a jitsu edzésen is Győrben, a Kászong részében, hogy karakterekkel vagyok körülve. Uh-huh. Lemegyek és érzem az energiájukat és az őszinteségüket. És azt nem gondolod, hogy úgy mondtad, hogy volt ez a általános iskolás sztorid, hogy ugye elkezdtél edzeni, hogy a lánynak tehetszél, meg hogy ugye jöttek ezek a balhék, úgymond, hogy ahogy elkezdtél edzeni, hogy nem csak fizikálisan erősödtél meg, hanem kicsit magabiztosabb lettél mentálisan is, mert én azt gondolom, hogy nekem a legtöbb, amit adott a küzdősport, egy az a küzdeni akarás, mindennél jobban, és nem ugye egy tök izgulós gyerek voltam, tehát, hogy izgultam a felelés előtt, vagy bármi. Aztán emlékszek, egyszer volt a TF-en egy pillanat, hogy izgultam valami vizsga előtt, és mondom, mi a picsát izgulok én, amikor bemegyek egy ketrecbe verekedni, hogy nekem nagyon sokat adott a személyiségem fejlődésén az, hogy aki ma vagyok, azt a küzdősportnak köszönhetem, de hogy alapvetően egy félénkebb srác voltam, és egy sokkal magabiztosabb emberré váltam, és szerintem a sport, a küzdősport, az egy nagy magabiztosságot tud adni az embernek. Különböző utakon keresztül tudod megismerni magad az életben. Igen. A küzdősport erre szerintem egy nagyon jó út. Nagyon őszinte. Őszinte és egy lehetséges út, igen. Mert a nap végén is ez sablonosnak hangzik, de az a őszinteség, amit gondoltam előbb, hogy belépsz, az magaddal szemben őszinteség. Tehát amikor ott vagy, és nem volt lehetőségem sokszor küzdeni veled ellentétben, ilyen Kyokushin karatéján házi versenyek voltak. De hát az is... Az átlag ember az se élte át, és nem minden ember, nem azt mondom, hogy átlag ember, én most UFO vagyok, hanem hogy a legtöbb ember annál őszintébb, meg szerintem félelmetesebb dolog nincs, amikor elsőnek életedbe összeállsz valakivel. Igen. És ez egy tapasztalás ahhoz, hogy megismerd magad. Mert odaálltam és féltem, mert tényleg ott a konkurens klubnak a legjobbjával kellett kiállnom. És volt egy nagyon nagy félelem bennem, és oda mentem, és végigcsináltam, és sikerült győznöm. Azért, mert akkor megismertem magamban, hogy ha helyzet van, akkor én ott tudok lenni. Uh-huh. Jelen tudok lenni, és túl tudom a határaimat lépni, amikor erre szükség van, és azt addig nem tudtam magamról. És ezek nagyon jó tapasztalások, és tapasztalatból áll az élet. És a küzdősportoló vagy, az edzéseken és a magukon a küzdelmeken, ez aranyat érnek ezek a tapasztalások. És te ezen egy
egy ilyen utat járva nagyon sok lehetőséged volt, és tudom, hogy milyen viszontagságokon mentél keresztül az elmúlt években, mert kapcsolatban voltunk. És igen. A normál életben is lehetnek ilyen kihívások az embernek, de te azt láttam, hogy ugyanúgy küzdesz meg ezekkel, mint ahogy a küzdőtéren is. Igen. Őszintén is bátran állsz. És szerintem nekem erre, ezekre is szükséged van. Ezektől is, hogy az az ember, aki a ketrezbe belép. Pont azt a képet tettem ki, amikor a Szimában először találkoztunk, és azt írtam oda, hogy bármi történik ezen a meccsen, tudjátok, hogy ki ez a gyerek. És ezzel akartam azt sugallni, hogy azt a magyar, nem is tudom, hogy csak akkor ér valaki valamit, hogyha megnyer egy mérkőzés, de ez nem így működik. De tudod, mindig ezt szokták mondani, hogy mindig csak az aranyéremre emlékeznek az emberek, és ez valahogy ez így van benne. Reméljük, hogy majd, és én tudom, hiszek benne, hogy lesz még az aranyérem is, de ez most mindegy, ez így alakult. Ja. Lesz. Nagyon jó, hogy a vizualizációban is. Igen. Amit tényleg ez a tapasztalás, amire én ki akartam térni, hogy ugye ez a személyiségfejlődés, hogy emlékszek nekem, Zsófi többször mondta, hogy te olyan erős vagy mentálisan, ne izguljon, mondom, de hogy vagyok én erős mentálisan, hagyjál már, mondom, hogy tökre szoktam izgulni, minden, és így utána átgondoltam, hogy beszélgettem más bunyósokkal, és akkor mondom, hogy én tényleg tök erős vagyok mentálisan, hogy előttem úgy nem hittem el, de utána meg elhittem, hogy amúgy nem is is szoktam annyira izgulni meccsek előtt, meg hogy akár amikor ugye Pikóval bunyóztam, az volt az ilyen nagyon esélytelennek tartottak, és ott volt nekem is egy hülye gondolat egyszer, hogy bejött a fejembe, hogy basszus, ez a gyerek tényleg lehet ilyen jó, és aztán meg én annyira elhittem, meg most egy visszagondolva, hogy én az MMA spirit, de nem mondtam azt, hogy lehet, hogy nekem nem ezt kéne csinálni. Érdekes. Azért vagy, nem tudom, hogy ez szerencsés embere, vagy ez a te sorsod, hogy ezt ennyire fiatalon eltudtad, vagy megérezted, vagy tudtad, hogy ezt kell csinálni, és hogy a teljes életenergiádat és fókuszodat erre tudtad rárakni. És én szeretném 38 évesen megtalálni az életemben azt, amire full energiával tudok figyelni. Mert nem tudtam a Total Damage-ot se, meg a mostani munkámat se tudom így csinálni. Megosztik a figyelmem. De én erről szoktam is beszélgetni pár emberrel. Én az világ egyik legszerencsésebb embere vagyok szerintem, meg a sportolók valójában azok, mert csak egy dologra fókuszálnak, úgymond, jobb esetben, és azt csinálhatják, amit szeretik. Tehát, hogy ez egy kivételes helyzet, és szerintem nem mindig kell mindenkinek azt, hogy én azt akarom dolgozni, amit a legjobban szeretek. Ez nem mindenkinek adatik meg, vagy a sors nem így akarja, vagy lehet, hogy csak meg kell találni a munkába. Én nem vagyok egy ilyen spirituális ember, de én csak ilyen nagyon realistának tartom magam, és én tényleg azt gondolom, hogy sportolók a legszerencsésebb emberek, ha valaki abból tud élni, és azt csinálhatja minden nap, arra fókuszálhat, amit a legjobban szeret, ez egy ilyen kivételes dolog. De viszont nekem ezért marha sokat kellett tennem, hogy eljussak odáig, hogy csak erre tudjak fókuszálni. Ezért van ennek értéke. Igen. Igen. Ezért is próbálunk szerintem mind a ketten akár a csatornánkon értéket közvetíteni, és nem feltétlenül arra menni, hogy minél több klikket kapjunk, vagy lájkot. Kicsit áttérnék már a UFC-re, így még a végére, hogy azért tudjuk, hogy Magyarország UFC hangja az igazából te vagy szerintem, meg azért nagyon, ahogy korábban is említettem, az MMA közösséget te hoztad létre Magyarországon, és akik a UFC-t megszeretik, azok szerintem főleg te általad, de hogy mik azok a mérkőzések 2023-ban, amit nagyon vársz? Még annyit ehhez, amit mondtál, hogy én lehet, hogy a Total Damage-et én alapítottam annól, és amúgy most már nem vagyok a tagja neki, mert igen, az én idő ezt is, tudom, de az idő is elmúlt. Ebben nagyon együtt, vagy szükségem volt erre Ádámra is, az Eskovács Ádámra. Tehát őt ebből nem akarom ebből a történetből kiadni, mert ahhoz, hogy a Total Damage oda fejlődjön, ahova
és ahhoz is, hogy ilyen sportévébe tudja kerülni, szükség volt Ádámra. Tehát ez nem csak az én érdemem. Igen, meg én is a GMP show volt. Grand and Pound Show. Grand and Pound Show, igen, igen. Azt még együtt csináltuk, igen. Az, hogy az útjaink most nem együtt vannak, az nem jelenti azt, hogy a múltnak az értéke az csökkenjen. Szükség volt. Mi egy nagyon jó páros voltunk szerintem Ádámmal, és ő is kellett ahhoz. Ő az én hiányzó részem, úgy érzem. Kiegészítettétek egymást. Igen, nagyon jól kiegészítettük egymást. Most ő már nem vesz részt ezekben a UFC közvetítésekben a Karate Combat miatt, ugye erre így egyszerűen erőforrás lehetősége sincs, emberi erőforrás lehetősége. Hogy a UFC közvetítésekből idén mit várok, én minden egyes közvetítésnél azt várom, amikor felnézek az órára, a közvetítő teremben fent van, és így látom, hogy megy vissza, és élőbe fog menni. Nekem az egy olyan érzés, mint a Forma 1-es pilotáknak, amikor átvált pirosról zöldre, hogy most élőbe vagyunk, és UFC-t közvetítek. Nekem az egy olyan érzés, amit... Az is tölt téged. Az brutálisan tölt. Mindjárt megválaszom a kérdésedet, de ezt nagyon fontos megérteni, hogy egy ilyen UFC közvetítésre én kb. 10-12 órát készülök. Győrben lakom, ezért éjjel 2-kor indulok, hogy 4-kor kezdeni tudjunk, hajnali 4-kor. Lehúzzuk azt a 3 órát, utána hazamegyek, és nem tudok aludni. Tehát nekem általában ezek a hétvégéim ilyen pár óra alvás, azért, mert annyira tölt ez az egész engem, hogy ezért csinálom. És nagyon sokáig az én hibámból kifolyólag, tehát én évekig úgy csináltam, hogy nem is kaptam érte pénzt. Ez az én hibám volt, mert nem biztosítottam azt, hogy számlaképes legyek. És a családomtól vettem ezt el valahol, de ez volt az én, ez én mindenem. Most egy kicsit öregszem már, ezért átgondoltam ebből a szempontból, hogy mi az a minőségidő, amikor magamat és a családomat kell választanom, és ezért nem megyek annyit közvetíteni. Ez az egyik oka neki. Másik a munkáim, amiből élek. De ez mindig az életem része marad, és fogok menni közvetíteni, és hogy milyen mérkőzést várok igazán, azzal a kérdéssel tudnám összekötni, hogy ki az én kedvenc bunyósom. Ilyen viszont nincs. Ezt sikerült az utóbbi években elérnem egy olyan szintre, valószínűleg azért is, mert közvetítő vagyok, hogy ne legyek elfogult senkivel. Szakmai ártalom. Igen, és tényleg nincs olyan kifejezett kedvenc bunyósom. Azok vannak, akik szimpatikusak és olyan értéket képviselnek, amivel azonosulítok. Tehát emberek Ketrecen belül és kívül is. Ebbe viszonylag kevesen esnek bele ebbe a kategóriába szerintem. Kevés azon tiszta srác, mint amilyen te vagy. Amiért akartam, hogy mi együtt dolgozunk, hogy valahogy, vagy összeérjen a mi utunk. Kevés ilyen srác van szerintem a UFC-ben, meg a Bellatorban is, mint te. Akinél ez lenne az ember érzése. Nem is vagyok multimilliárdos. De ha mégis ki kéne emelnem gálát, akkor én nagyon várom John Jones visszatérését, az mondja, itt van mindjárt a küszöbön pár hét múlva. Ő szerintem az MMA valahol volt legjobbja. Én is így gondolom. Isteni adottsága van, ez egy dolog, hogy ezzel nem tudott élni. Nem minden esetben tudott élni, legalábbis az életben. De számomra ő a legjobb. És most tudom, hogy pár Fedor rajongó most fel fog hördülni. Azt is elmondtam, hogy nem érdemes legjobbakat keresni, mert mindig különböző korszakok voltak, különböző ellenfelek, különböző súlycsoportok. De összképet nézem, akkor John Jones egy isten adta tehetség. Neki azért nem kellett sokat tennie, azt is tegyük hozzá. Mint másoknak igen. De ő nála van meg az ajándék, ami ehhez szükséges. Genetika, skillset, minden. Igen, igen. Csak várjuk meg, hogy bejusson abba a ketrecbe, hogy ne csinálj még egy hülyeségét. Mert te kit vársz? Vagy milyen nekem is John Jones a kedvenc. De kicsit én is ráültem a hype vonatra. 23-ban ez a Chandler versus Conor mérkőzés. Nyilván azért, mert van személyes kötődésem Chandlerhez, meg... Róla többször mesélte, hogy milyen volt vele a sparring. Igen, az elején nem indult jól a kapcsolatunk. Vicces volt, hogy jönt egy, most ez a térdes betalál, akkor nem keresek pénzt, meg mondtam, hogy thank you brother, thank you, mert nem beszéltem angolul, aztán ott volt Sényi Laci még akkor, és mondta, akkor lefordított, hogy te hülye, tudod, mit mondod? Nem mondom, nem értettem. De azt vettem észre, hogy egyre idősebb lettem, én az elején nagyon nem
szerettem Connort, pont ezért, hogy nyomta ezt a trash talkot, meg minden, aztán megértettem, hogy ő miért csinált ezt, és így elfogadtam, és talán, hogy megtanultam angolul, így értettem, hogy is szórakoztatónak tartom, de nekem sincs kedvenc bunyósom. Régen talán Aldót mondtam volna kedvenc bunyósnak, de visszatérve 23-ban én ezt a Connor versus Chandler mérkőzés várom a legjobban. Valószínűleg nagy energiá lesz abból szempontból is, mert szerintem ez egy nagyon jó párosítás. Tehát egymás ellen nagyon jól ki tudják hozni az erősségeiket. Főleg, hogyha nem akar Chandler birkózni. Általában és... nem, mostanában nem szokott okosan dönteni. Igen, igen. De hogyha így lesz, akkor az nagyon nagy veszélyt fog számára hordozni, hogyha úgy megy ki, mint mondjuk Dustin ellen. Hát, ja, szerintem én amúgy ezt is várom, de remélem, hogy nem. Egy hosszú mérkőzést látnék, mondjuk egy olyan, mint Justin meg Chandler mérkőzés, hogy három menetig vágják egymást, azt én szívesen megnézném. De mit gondolsz, szerinted Conor McGregornak még van jövője ebben a sportban? Utoljára könnyű súlyba 2016-ban bunyózott. Az most már mennyi? 7 év. Akkor volt az Álvarez elleni bunyója. 7 éve mi együtt ültünk Győrben, Kínaiba, azt raktam ki azt a képet. Akkor volt-e Bukine edzőtáborban. Az azért nagyon sok idő. Az nagyon sok idő. És az nem bunyózott, nem 70 kilóba bunyózott Poirierre? Szerintem igen. Az váltóban volt, nem? Szerintem 70-ben, de nem is az a lényeg, hanem hogy akkor volt eredmény, amikor Álvarez. Akkor nézzük így, igen. Lehet, igen. Hogy ezt ennyire nem követtem le, de akkor tudott utoljára eredményes lenni, akkor fogalmazzak így, igen. A kérdés csak annyi, hogy mennyire tartod a ritmust ezzel a sporttal. Mert nagyon gyorsan fejlődik. Ugye neki a Mayweather elleni bunyó miatt ugye kiesett az MMA és a boxra koncentrált. Az szerintem az egy hibás döntés volt, hogyha ő hosszú távon a MMA-ba gondolkodott. Nyilván az élete pénzét kereste, csak innentől kezdve elpazarolt 2 évet abból, ami pont akkor kellett volna még neki hozzá. És most az utóbbi időben meg mennyire éhes ő erre? Mi az ő motivációja? És aki tudom, hogy nem edzőtáborban vagy csak küzdősportoló, tehát a két mérkőzés között is odafigyelsz arra, hogy alkoholt nem iszol egyéb más. Őnek ez az élete része már, és az, hogy milyen atléta tud lenni, és hogy ha korábban meg is mentette őt a gyorsasága, meg az a tudás, ami volt, de ő is öregszik, és hogyha nem figyel oda a testére, és nem figyel oda, hogy lépést tartson a sporttal, akkor azok az alapszkillek, a villámbal kéz és egyéb más, mert nem lesz elég. Szerintem se. Amúgy egy tök jó ellenfél választás neki szerintem, mert nagyjából azért már Chandler is az utolsókat rúgja szerintem, de nagyon sok kritikát olvasok Conorról, hogy mit akar, már szétkokainozta magát, meg stb. De szerintem azért az emberek nem gondolnak bele, hogy ami őt körülveszi, amit ő elért, ő volt az első double champ, azért ezt nem lehet elvenni tőle. Persze egy nagy pofájú írsrác, aki valójában ilyen, tehát hogy ő szerintem önazonos volt, ez és szerintem fontos. Ez egy természetes, hogy valaki kiöregszik. Ő még szerintem csak a maga szórakoztatása kedvéért bunyózik, már szerintem nincs benne bajnoki ambíció, bármit is van. Ez maximális egyetértek. Tehát ő nem véletlenül lett az, aki. Tehát nem csak a trash talk-kal és nem csak azzal a pszichológia hadviseléssel érte el a sikerét, hanem ő tényleg egy tehetséges. Ezt nem azt mondom, hogy a legjobb, vagy hogy a súlycsoport legjobbja, hanem... De az egyik legjobb volt. Az egyik legjobb volt, és ezt tudta kamatoztatni. Amíg 66-ban volt igazán. Igen, és hogy most visszatér, és annak ellenére tér vissza, hogy neki erre már nincs szüksége valószínűleg anyagilag, ez mutatja az ő küzdő szellemét. Tehát ha valamit, akkor ezt tisztelni kell szerintem, hogy ennek ellenére ő még küzd. Én is így gondolom. Józsi, nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél. Örülök, hogy beszélgettünk. Remélem, hogy élvezted a beszélgetést. Még így talán nem is beszélgettünk együtt, mint most. Ne felejtsetek el feliratkozni Szakály Joe YouTube csatornájára, ha kíváncsiak vagytok az ő tartalmára. Szerintem ő is egy értéket próbál közvetíteni, és az
én podcastembe is, ugye, ahogy mondtam, olyan embereket szeretnék meghívni, akik valamiféle értéket közvetítenek. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Pap 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 p